A migrációról is beszélt évértékelőjén a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a vak is látja, hogy a migráció biztonsági kockázat, amelyet nem tudunk kivédeni. Ráadásul az antiszemitizmus melegágya, és kifordítja az európai társadalmak gyökereit az európai talajból. Még a téli hónapokban is rendkívül népszerű a balkáni útvonal a migránsok körében. Belgrádban egyre nagyobb a tömeg, a bevándorlók már teljesen belakták a környéket, a szemetet szétdobálják, ha pedig fáznak, az út szélén gyújtanak tüzet. Bosznia felé megyek, onnan Horvátországba, azután Szlovéniába és Olaszországba. A magyar határon senki sem jut át, mindenki visszajön ide. Azt a határt teljesen lezárták, sok probléma volt ott, mondta egy marokkói migráns. Szerbiában vannak olyan bevándorlók, akik már hónapok óta az állam költségén élnek. Ők többszöri próbálkozás után sem tudtak Nyugat-Európába jutni. Azt mondják, addig próbálkoznak, amíg sikerül. Összegyűjtök egy kis pénzt, és átszökök a határon. Újból megpróbálom, nem adom fel. Osztotta meg terveit az egyik migráns. Szerdán az Európai Parlament Libe bizottsága elfogadta a migrációs paktumot, amellyel szakértők szerint a bevándorlók meghívást kapnak az Unióba. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en azt mondta, az Unió migrációs politikája semmit nem változott az elmúlt években. Az a terv, mint ami volt 2016-ban, beengedünk mindenkit, itt majd eldöntjük, hogy ki az, aki maradhat, aki pedig túlságosan nagy létszámba érkezik be, azokat majd elküldjük más országba, hogy ott döntsenek róla. Kóták szerinti elosztás. A soros tervvel egybecsengő brüsszeli migrációs paktum nem az európai emberek érdekét szolgálja. Erről beszélt az M1-en a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György azt mondta, a migrációs paktum számos eleme elfogadhatatlan. A paktum az olyan területen szabályoz, ez a határvédelem, a migráció kérdésköre, amelyben az alapító szerződés szerint az Európai Uniónak nincs hatásköre, de másrésztről olyan kérdéseket próbál szabályozni, amely magyar alkotmány szerint csak a magyar hatóság jogköre, vagyis nincs mód arra, hogy ezt mi elfogadjuk, tudomásul vegyük. Magyarország alkotmányos önazonosságával összeegyeztetetlenek tartjuk, ezért mi kóta szerinti szétosztásban soha nem fogunk részt venni. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a pénteki kormányinfon kijelentette, a kormány a végsőkig ellenez minden olyan kóta szerinti elosztást, amelyet a migrációs paktum tartalmaz. Olyan kötelezettséget ró az egyes tagállamokra, amellyel az Európai Uniós csatlakozás szerződés alapján nekünk nem kell, amelyben az uniós csatlakozás szerződés alapjának nem kell együttműködnünk. Tehát az uniós hatásköröknek egy olyan kitágítása történik meg, megint a közösségi jog javára, ami nem a szerződéseken alapul. Semmi sem tartóztathatja fel az embereket határok átlépésében. Egy frászt mondjuk erre, miben szülöttek? A magunk sajátos nyelvjárásában. Orbán Viktor évértékelő beszédében felidézte az Európai Határvédelmi Ügynökség és Magyarország ellentétes álláspontját az illegális bevándorlásról. A miniszterelnök azt mondta, a vak is látja, hogy a migráció biztonsági kockázat. Az antiszemitizmus melegágya is kifordítja az európai társadalmak gyökereit az európai talajból. Ők maguk csalogatták be a migránsokat, vatta cukorral ültek ki Brüsszelben és Berlinben a tűző napra, aztán meg csodálkoztak, hogy rájuk szálltak a darazsak. A miniszterelnök kiemelte, lassan feltehetjük a kérdést, ha 20 év múlva nyugatra látogatunk, Európát találunk-e még ott, vagy pedig valami egészen mást.